Köszöntöm kedves nézőinket! A mai magazin műsorunkban egy évvégi zárszámadásra kérjük Benkó Attilát, a Faluház, nekem csak így jön a nevemre mindig, hogy a Faluház intézmény vezetőjét, a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár intézmény vezetőjét. Szeretettel köszöntelek a stúdióban, örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, én is köszöntelek, és a kedves nézőket is. Hát akkor, ahogy a bevezetőben említettem, szeretném, hogyha így az év vége felé visszatekintenénk, úgyis most ez a dolgot szerintem egyébként is, visszatekintenénk egy kicsit erre az évre, hogy sikerült a Faluháznak, a Művelődési Háznak. Igen, hát lassan kezdem magamban össze az összegzést, összegyúrni, már csak azért is, mert ugye nem sokára kell készíteni egy beszámolót, illetve ugye a jövő évi munkatervet is annak ugye mindig így az előszobája, hogy azért átgondoljuk, hogy ebben az évben mi történt velünk, mi volt jó, mi volt rossz, mivel szeretnénk változtatni. Ha ilyen címszavakba kéne mondanom, akkor egy izgalmas, nehéz, néha kiszámíthatatlan év volt. Ugye nagyon sok olyan külső tényező volt, ami azért befolyásolta a mi életünket, bármilyen hihetetlen, hogy egy közművelődési intézményt mi mindent tudja befolyásolni. Ugye a közelünkben zajló háború és ebből fakadóan a rezsi problémák azért ránk is ugye hatással voltak, és minden, ami ennek a következménye, tehát a mi életünk is úgymond nehezebb és drágább lett. Gondolok akár az intézménynek a fenntartására, vagy gondolok arra, hogy a fellépőink milyen körülmények között tudtak hozzánk jönni. Ugye közben volt egy adóváltozás, ugye ez a kata megváltozása, ez a művészvilágra azért egy nagy hatással volt, ugye ennek is volt egy ilyen ár felhajtó ereje, úgyhogy a külső körülmények azok nem voltak a legideálisabbak és a legkedvezőbbek, úgyhogy ebben a környezetben kellett nekünk azt véghez vinni ebben az évben, amit azért elterveztünk. De azt kell mondjam így évvége felé, hogy amit azért gondoltunk, meg ami fontos nekünk, ugye ami a filozófiánk, ugye a közösségek építése, a közösségek mentorálása, ezek megerősítése, új programok behozatala, a régiek megerősítése, azt úgy gondolom, hogy azért sikerült. És aminek örülök, ugye, hogy voltak hiányposztok, ha mondhatom így a művelődési házba, tehát hiányzott egy takarító, illetve egy berendező kollega, és ugye tudjuk, hogy a munkaerőpiacon sem egyszerű megfelelő embert találni. Ráadásul a mi életünk eléggé specifikus, ugye nagyon sok esti rendezvény van, nagyon sok hétvége ünnepnap, de most évvégére sikerült megtalálnunk ezt a két kollégát, úgyhogy ennek nagyon örülök. Úgyhogy ezt a kihívást tudtuk teljesíteni. Hát rengeteg mindent érintettél, most hirtelen nem is tudom, hogy hol folytassuk, de akkor talán itt az utolsó szavaidba kapaszkodnék bele, meg a felvétel beszélgetés előtti információkba, 13. éve vagy a Művelődési Igen. Ház élén, és mondtad, hogy de hát, hogy honnan indultatok. Igen. Ugye, hogy két kollega volt talán akkor? Hát a legelején szervező, igen, másfél úgymond, mert úgy félig szervezett, félig meg gazdasági ügyeket intézett. Így van, tehát egy hosszú utat jártunk be, egy hosszú fejlődési szakaszt, de úgy gondolom, hogy azért minden évben, mind szakmailag, mind úgy gondolom, hogy az intézmény terén azért tudtunk előrelépni. Ugye itt gondolok az állagmegóvásra vagy fejlesztésre, ugye szerencsére befutott egy EU-s pályázat, amit az önkormányzattal közösen vittünk véghez, illetve hát ők írták a pályázatot, ők képviselték, és ebbe sikeresek tudtunk lenni, úgyhogy azért ez így a jövőre nézve biztató, illetve mi ugye próbálunk mindenhonnan forráshoz jutni még, főleg ugye a Nemzeti Kulturális Alapnál tudunk pályázni, és sikeresek voltunk. Talán volt egy fél évét egy beszélgetés, és akkor kicsit el voltam keseredve, hogy hát nem nagyon írnak pályázatokat. Szerencsére most ősszel ezek megtörténtek, és sikeresek vagyunk az összes pályázaton, amit beadtunk, úgyhogy ennek nagyon örülök. Ez azért jó, mert főleg a zenei sorozatainkat érinti, ezeket így jövőre tovább tudjuk vinni, meg tudjuk támogatni. A Nemzeti Művelődési Intézettel ugye van egy nagyon jó kapcsolatunk, ott is most elindul egy kistérségi kulturális fejlesztés,
ahol mi kötöttünk egy együttműködési megállapodást, úgyhogy ebben a keretben is tudunk dolgozni. És egyébként az intézménynek jó a híre. Mi sem bizonyítja jobban, hogy például a Művelődési Intézetnek ugye van egy látogató programja, és idén hozzánk jöttek el, és be kellett mutatni a házat ugye kollégáknak, illetve leendő kollégáknak, egyetemistáknak, úgyhogy ez is egy elismerés. Úgyhogy azért vannak pozitív pillanataink, tehát ebbe tudunk kapaszkodni. Hát a beszélgetésre készülve elkezdtem megnézni, hogy hányszor voltunk forgatni nálatok. Nem igazán jutottam a végére az összeszámolásnak, amivel csak azt akarom jelezni, hogy hát temérdek programotok van. Szóval úgy az állandóak, mint az adhok jellegű, nem adhok jellegűek, de hát szóval amik egyszer-egyszer vagy kétszer egy évben van. Erről esetleg egy összefoglalót, ha adnál, mennyi? Hát ugye egy évben van 365 nap, szerintem mi abból 345 nyitva vagyunk. Tehát igazából ugye nyáron sincs nálunk leállás, mert akkor is vannak programok, akkor is vannak még állandó programok, gyerektáborok, esküvők. Tehát ilyen ünnepköröknél, főleg évvégén, mondjuk karácsonykor van egy kis pihi. Tehát eleve az a óraszám, ez nagyon sok, és ugye mi reggel 8-tól este 10-ig nyitva vagyunk, de amikor programok vannak, akkor tovább éjfélig, hajnalig, ebben benne van szombat, nagyon sok vasárnap, nagyon sok nemzetünnep, pihenőnap, úgyhogy ebből a szempontból sok. De azért is vagyunk ennyit nyitva, mert saját szervezésben nekünk szerintem egy évben van legalább 150 rendezvényünk. Van legalább ugyanennyi, ha nem több külső szervezésű rendezvény, amikor ugyanúgy ugye igénybe veszik a házat nekünk, avval ugyanúgy feladat van. Tehát a technikai dolgozóknak, ugye a technikustól kezdve a takarítón, a berendezőn ugyanúgy dolgoznak, úgyhogy van egy ilyen igénybevétel, és ne felejtsük el azt, hogy rengeteg bérlőnk van, ugye állandó programokkal, ez is körülbelül egy a 40-50 csoportot jelent, és hogy ugye minden héten rendszeresen jönnek. Ugye itt a néptánctól kezdve a pingpongon át egészen az írás történeti előadásig minden megfordul. És akkor még vannak ugye azok az alkalmak, amikor bérlik egy-egy eseményre a művelődési házat, legyen az egy konferencia, legyen az egy céges rendezvény. Úgyhogy maximálisan ki vagyunk használva, sőt, hogyha nagyobb lenne az épület, több termünk lenne, vagy nagyobb lenne a bálterem, akkor még több lenne, de ez se kevés. Ugye hát majd ez az udvari beruházás az izgalmas lesz, mert az biztos, hogy az még hozzájárul ehhez a szép nagy halmazhoz. Na, erről akkor légy szíves, egy kicsit beszéljünk, hogy milyen pályázaton nyertetek erre pénzt, illetve hát, hogy mi is lesz ez pontosan? Igen, ez egy EU-s pályázat volt, és ez arról szól, hogy a hátsó udvarunkat, ami elég nagy, tehát az összkertünk az 4800 négyzetméter, de ugye hátul van egy hatalmas kertünk, és ennek a teljes mértékű felújítására nyertünk egy támogatást. Ez úgy néz ki, hogy az egész kert meg fog újulni. Gondolok arra, hogy el fog tűnni ugye az a csúnya beton kézilabdapálya, jóval nagyobb rész lesz zöld felület. Tehát ahova most például parkolnak az autók. Így van, annak még egy része zöld felület lesz, illetve lesz egy szép térburkolat, a teljes világítás megújul, a teljes áram kiépítés megújul, és a fáknál is, ugye rengeteg fa van, ott is itt történik egy frissítés plusz faültetés, tehát egy ilyen nagyon barátságos kerti környezet fog kialakulni, bútorokkal, és ami ugye még a plusz dolog, hogy két oldalt lesz egy pergolasor, az egyik részébe ilyen kis fakok kerülnek kialakításra, amit nagyon jól lehet majd használni, akár a mentás piacon, vagy akár a kézműves foglalkozásoknál, akár a nyári táboroknál, lesz egy kis raktározási lehetőség, a másik oldalon ugyanez, sőt lesz egy kis vendéglátó rész, és lesz egy 8x10-es állandó fedett színpadunk, hanggal, fénnyel, lesz még ott plusz egy ilyen ligetes kis leülő rész, úgyhogy az egész megnyílik, illetve hátul, ugye a hátsó fal az meg lesz nyitva, és lesz egy átkötő út Szent István telep felé,
úgyhogy egy gyalogátkelő, illetve hát kerékpárral is be lehet majd jönni. Úgyhogy ez is egy újdonság, úgyhogy ez az egész környezet megújul. De hát ugye ez avval jár, hogy most tervek szerint februárban elindulnak a munkálatok, idén az áramkiépítés egy része már megtörténik, és akkor az egyezére egy 4-5 hónapos munka lesz, mire ugye minden befejeződik. Úgyhogy nekünk ezzel kell majd együtt élni, mert nem fogjuk bezárni a házat, tehát együtt kell ebben működni. Azt persze át kell gondolni, hogy ugye a szabadtéri programjainkat azt hogy tudjuk megcsinálni, vagy van, ami elmarad, valamit be tudunk hozni a házba, úgyhogy ez egy nagy kihívás lesz. Nagyjából sejtjük ezt, hogy mivel jár, de majd élőben meglátjuk. Hát mert minden, egy építkezésnél, egy felújításnál mindig vannak váratlan helyzetek, bármire is készülünk, úgyhogy meglátjuk. A kivitelezők, illetve a tervezőkkel ugyan sokat találkoztam, szerintem egy nagyon, nagyon jó kis csapat jött össze, tehát ettől a részétől én nem félek, igazából majd a napi munkába kellnek. És ugye ott a könyvtárunk, tehát ugye a könyvtárnak is működni kell, úgyhogy itt kell majd jól összehangolódnunk, úgy gondolom. Meg a zeneiskolába át kell tudni jutni. Hát meg a zeneiskolába át kell jutni, így van, azt is biztosítani kell, úgyhogy igen, ezekre oda kell figyelni. Ez is egy érdekes helyzet ugye a műfáz életében, hogy egy szimbiózisban él a zeneiskolával, amiből igen. Nyilván kölcsönösen profitáltok. Így van. Hát a zeneiskola nagyon sokat profitál belőle egyébként, és ezt nem is fogom elhallgatni, főleg ugye anyagilag, de ez nem a zeneiskolának a, úgy gondolom, a problémája. Tehát ők teljesen külön, mert úgy, ők a klik alá tartoznak, tehát nekünk meg az önkormányzat a fenntartónk, és úgy gondolom, hogy mind az önkormányzat, mind a művelődési, ez nagyon gáláns a zeneiskolával szemben, de igazából azért, mert jó a kapcsolatunk. Tehát ők ugye ingyen használják az összes termet. Hogyha ezt ki kéne fizetni egy évben, ha valami nagy kedvezményt adunk, akkor is legalább 10 millió forint lenne. De ugye a kliknek erre nincs forrása, nem is akar, és viszont azt nem szeretnénk, hogy ezért kevesebb gyerek járjon zeneiskolába, így is ugye tudjuk, hogy 2-3-szoros túljelentkezés van, úgyhogy valahogy elfogadtuk ezt a helyzetet, de egyébként szerintem jól működünk együtt, ugye nálunk vannak a próbák, nálunk vannak tanszaki koncertek, előadások, de rengeteg olyan program van, amikor ők tudnak mondjuk közreműködni nálunk, akár egy kiállítás megnyitón, akár közös rendezvényeken, akár a nagy rendezvényeinken fellépnek, úgyhogy hát igen, napi szintű, egy család vagyunk tulajdonképpen, úgyhogy napi szinten zajlik ez az együttműködés. Nekem a Mónikával nagyon jó a kapcsolatom, tehát tényleg mindent meg tudunk beszélni, és úgy gondolom, hogy ott a pedagógusok is látszik, hogy tényleg mindig elhivatott, és a gyerkőcökért vannak, úgyhogy nem egyszerű, meg ugye van, amikor esetleg valamit máshova át kell helyezni, de meg tudjuk oldani. De csodálatos programokat nyújtanak azért a zeneiskola pedagógusai is, meg a növendékek is, legutóbb például az adventi. Hát igen, ott voltam az adventi koncerten, hát ott voltak csodás pillanatok, ugye akár a Csóri Sanyi bácsi hegedű műsorára gondolok, vagy a Krisztiánnak ugye a citera megközelítés egy teljesen más szempontból, hát ez zseniális volt, tehát tényleg. Nagyszerű volt. Említettük már a programgazdaságot, illetve te mondtad, hogy közösségépítés a cél a művelődési háznak. Van-e valamilyen felmérés arról, hogy milyen a látogatottság, hogy alakul ez, kik jönnek, hogyan zajlik? Igen, a látogatottságunk az ugye napi szinten elég magas, ugye főleg ugye az állandó programok miatt. Ami nagyon erős bázis, amit látunk ugye azok a családosok, a gyerekesek, főleg a kisgyerekesek. Ugye Kalászon nagyon sok nagy család él, és nagyon aktívak, nagyon igényesek, úgyhogy őket akár a könyvtár szintjén, akár a programjaink szintjén azt látjuk, hogy ők nagyon-nagyon lelkesek. Az idős korosztály szintén, tehát ugye itt ráadásul vannak erős civil bázisok is, akár egy egészségklubra gondolok, akár egy viola egyesületre, akár az idősek otthonára, tehát hogy ez egy nagyon, nagyon erős, bár ők is nagyon aktívak, nagyon sok mindenben részt vennek, és van az a középső korosztály is, egyébként amit úgy
a mi szakmánkban nehéz becsábítani, de célzott programokra ők is jönnek. Tehát most, ha belegondolok az év végén, hogy akár a diótörőadás, akár a Pál Feri, ezek mind teltházasak voltak úgy, hogy hetekkel előtte elfogyott az összes jegy. Úgyhogy ezek abszolút működnek. Hát a látogatószám az 100 000 fölött van, tehát abban mindent figyelembe veszek egy évvel, sőt még több is szerintem. Ugye az állandó programokkal, meg a rendezvényeinkkel, nagy rendezvényeinkkel, a sportrendezvényeinkkel, ugye belegondolok egy tófutáson mondjuk, hogy 1000-1200 ember elindul, úgyhogy elég nagy a látogató számunk. Hát és ennek ugye megvannak a kihívásai, mert azért ez egy 1700 négyzetméteres épület, hogy ez mindig olyan állapotban legyen, amivel mindenki elégedett, gondolok a mellékhelyiségtől kezdve a termek tisztasága, az egész millió, úgyhogy azért nem egyszerű, igénybevétel az elég komoly. Érezzük azt, hogy szeretnek minket, érezzük azt, hogy kíváncsiak ránk, és nekünk egyébként ez az életető, vagy ez a legfontosabb. Tehát, és ugye elég nyitottak vagyunk, tehát pront jönnek a visszajelzések irányomba és a kollégák felé, úgyhogy nekünk ez az elismerés igazából. Tehát ez a hivatásunknak ez a legszebb része, amikor azt látjuk, hogy sokan vannak elégedettek, jól érzik magukat, és azt látjuk, hogy ezek a közösségek szépen fejlődnek, hogy eredményeket érnek el. Ugye azt említetted, hogy én 13 éve vagyok, tehát csomó olyan kezdeményezés van, amit vagy megkerestek, vagy az én ötletem volt, és nulláról kezdtük el. És igazából nekem számomra ezek a legszebb pillanatok. Tehát nem az, hogy most van egy rendezvény, ami nagyon jól sikerült, és sokan voltak, mert mondjuk olyan a fellépő, az is jó, de az, amikor valami így szépen épül, fejlődik, és ott vannak eredmények, akár egy atipikus találkozások, akár egy képzőművészkör, akár egy Alzheimer kafé, ezek a legszebb dolgok benne, vagy ezek a legszebb pillanatok. Tehát látod az évek munkájának a gyümölcsét. Így van. Hát ez hosszú idő, tehát ezt tudtuk, ugye. Ez úgy működik egyébként, ha valaki megpályáz egy ilyen intézménynek a vezetését, akkor azért neki egy 5 éves tervet le kell tenni. És abban ugye vannak közép, rövid és hosszú távú célok. Én általában úgy gondolkodom, hogy oké, leírtam az 5 évet, de azért nem 5 évben, optimista vagyok, és úgy gondolom, hogy még lesz több idő, tehát mindig előre tervez az ember. Az elején ezt ugye a kollégáim mind nem értették, aztán egy idő után megértették, hogy mit miért csinálok, mert ugye mindennek van ideje meg kifutása, de ugye ez egy eléggé szerteágazó dolog itt. Akkor ha már a jövőről beszéltünk, igen, meg már egy kicsit érintettük is, akkor a jövő évről vannak-e már valamilyen konkrétumok, amiket lehet tudni? Igen. Lesz két nagy befolyásoló dolog, ezt ugye ne hallgassuk el. Az egyik, mondtam, hogy ez a beruházás, tehát ugye ezzel majd nekünk együtt kell élni, ezt valahogy be kell kalkulálni, ez az egyik. A másik az a gazdasági környezet, tehát azért ebben még mindig vannak bizonytalanságok, mert azért nem tudjuk, hogy jövőre ez hogy lesz, meg mondjuk ez a háborús helyzet, ez eszkalálódik, vagy egyszerűsödik közben, ugye egyéb dolgok is történnek, ennek mind van hatása, bármilyen hihetetlen. Most úgy gondolom, hogy ezek a rezsi dolgok beállnak, tehát avval olyan nagy problémánk nem lesz. És hát pont évközben, ugye június 9-én lesz egy önkormányzati választás, nekünk az önkormányzat a fenntartónk, úgyhogy az is egy érdekes helyzet, mert ugye minden választáson bármi történhet, úgyhogy ez is hatással lehet ránk. Úgyhogy ezek ilyen külső tényezők. Amit mi szeretnék, vagy gondolunk, és erről már beszéltem, hogy programszervezés szintjén azért szeretnénk a családosokat és az idősebbeknek a programkínálatot még megerősíteni, még színesíteni, tehát már úgy is állítjuk össze a jövő évet. A pályázatainknak hála a hangfonó, az örömzene, a rockhás sorozatunkat tudjuk továbbvinni, tehát az működik, és szeretnénk úgymond a pódium műsorainkat is megerősíteni, tehát szeretnénk színházi előadásokat vendégül látni, pódium beszélgetéseket, itt is vannak új ötletek.
Illetve, hogyha elkészül ugye a kert, tehát induljunk ki abba, hogy ez mondjuk őszre elkészül, akkor mi ezt már igazodtunk, tehát például a Városnapot pont ezért áttettük októberre, nem szeptemberre, úgy gondoljuk, hogy októberre ez elkészül, és akkor szeretnénk ott úgymond fölavatni már a hátsó kertet, meg a nagy színpadot, és akkor ott teret adni egyrészt ugye a saját csoportjainknak, hogy ők is méltó körülmények között bemutatkozhassanak, úgyhogy akkor még szerintem ott a szabadtérrel tudunk valamit kezdeni, és valamit alkotni. Úgyhogy rengeteg tervünk van, hát, és mondjuk ugye van még egy befolyásoló tény, ezt ne hallgassuk el, ugye ez a költségvetés. Ugye a költségvetési tárgyalás, ami majd elindul jövő év elején, és akkor februárra kikristályosodik, tehát azt is látnunk kell, hogy nagyon kreatívak vagyunk, nagyon innovatívak, de azért pénz nélkül ez nem működik. Úgyhogy azt majd látnunk kell, hogy milyen források állnak rendelkezésre, mind a fenntartó részéről, meglátjuk, hogy még milyen pályázatok vannak, ott mit tudunk becsatornázni, illetve hogy mondjuk a ilyen partner szervezetekkel, mint a Művelődési Intézet, ebből a kapcsolatban mit tudunk még becsatornázni a házba, ami lehet, hogy nem is pénzkérdés, csak együttműködés kérdése. Mindezekhez a tervekhez, pályázatokhoz sok sikert kívánok, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm szépen, és szeretnék neked, illetve a kedves nézőknek áldott békés karácsonyt, és egy boldog új évet kívánni. Köszönöm szépen, boldog új évet kívánunk mi is a nézőknek, és azt, hogy a boldog új évben látogassák és kövessék figyelemmel a Faluházat, a Faluház programjait. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra!